Ferrodi és Japán első számú motorolaját a Zenaoszt használja. Amikor elkezdtem Iván Robival, Robertóval videózni a Total Kárnál, mindig azt mondta, hogy nincs annál rosszabb, mint hogyha az ember munkájára azt mondják, hogy korrekt. Mert ami korrekt, abban nincsenek alapvetően olyan rossz dolgok, amire rá lehet mutatni, hogy ez nem jó, de nincs benne jó dolog se, amit ki lehetne emelni, hogy az jó. Emiatt a munka olyan semmilyen. És az a baj, hogy ahogy vezetem ezt a Discovery Sportot, tényleg nem tudok másra gondolni, mint hogy ez egy korrekt autó. A vicc, mint olyan, értelmét veszti, hogyha el kell kezdeni magyarázni, de ahhoz, hogy értsük, hogy milyen autó mellett állok most, hát sajnos el kell kezdeni magyarázni. Ugye 1948-ban a Rover létrehozta a Land Rover szubdivíziót, ugye a terepjáróknak, és gyártották a maguk kis alvázas munkagépeit, amivel próbálták egyben tartani a széthulló gyarmatbirodalmat. 1970-ben aztán felszaladt az életszínvonal, és hirtelen igény formálódott egy alvázas, nagyméretű, ám nagyon kényelmes, jól felszerelt luxusautóra, terepjáróra. Ez lett a Range Rover, mondjuk azt, hogy a világ talán első luxus hobbi terepjárója, amellett, hogy az még nyilván egy rendes kemény terepjáró volt. Ez volt tehát a második modelljük, a Defi után, és a harmadik modellre egészen 1989-ig kellett várni, mert annyira elmozdult a Range Rover a luxus irányba, hogy egyszerűen megkeletkezett alatta a tér egy polgári, alvázas családi autónak. Ez lett a Discovery 1989-ben. Gondoljatok bele, hogy ez volt a harmadik teljesen új, teljesen önálló típusa a Land Rover márkának. Szóval létrejött a Disco, amit el is gyártogattak így a 2010-es évek közepéig, és utána a jól bevált alvázas architektúrát lecserélték egy önhordó alumínium kasznira. És nagyon boldog lennék, hogyha én most amellett az autó mellett állnék, de ne tévesszen meg senkit a Discovery felirat, ugyanis ez egy Discovery Sport. Ugyanis közben a Disco is akkorára nőtt, hogy megkeletkezett alatta a hely egy kisebb méretű autónak, egy kompakt crossovernek, ami időközben ugye nagyon népszerűvé vált, mint kategória, viszik, mint a cukrot. Ez lett a Freelander. Csak hát a Freelander egy nagyon rossz emlékű MG alapú hobbiterepjáró, amivel aztán tényleg olyan volt, hogy nemhogy kolonizálni nem indult el volna el vele, de még nagyjából a szomszéd kerületbe se. És tudta ezt a JLR cégcsoport is, hogy ezt a Freelander nevet nem nagyon kéne erőltetni a jövőben, hiszen mindenkinek a megbízhatósági és minőségi problémák ugranak be. Úgyhogy létezik Discovery alukasznival, hosszmotorral, mint rendes terepjáró, és létezik Discovery Sport keresztmotorral, alapból elsőkerék, igényesítően összkerékhajtással, mint kompakt crossover. Mondjátok, hogy a történelemnek nincs humora, ugye Anglia, a brit birodalom, mint a világ legnagyobb gyarmattartója, annak az egyik koronaékszere, a Land Rover, az most az indiai Tata cégcsoport kezébe van, bár valószínűleg jobban jártak, mint hogyha a Fordnál maradtak volna. Ugye látjuk a Ford alól kikerült gyártókat, Volvo, Aston Martin, JLR, hogy azért eléggé erősen jönnek föl, amióta új tulajdonoshoz kerültek, és jók az autóik. Itt viszont még erősen érezhető az egykori Ford rokonság. Ugyanis ezt a platformot úgy hívják, hogy D8, ami az egykori Ford EUCD platformnak az offroadra optimalizált változat, az az EUCD, ez nagyjából minden Volvo a 2010-es évekből, meg egy halom Ford is. Tehát ami, mit tudom én, ilyen S80, Mondeo, V70, XC90 és társai. Na, ez annak a platformnak egy nagyon távoli elszármazása, azt még amúgy a JLR is kiemelt, hogy 90%-ban áttervezték és offroadra optimalizálták. Van 60 centi gázlómélységünk, hoppá, figyelsz, a Velárnak, tudjátok, a Range Rover Velárnak csak 58. Például ilyen dolgok, hogy ugye ilyen magasan vesz az autó levegőt, de még ezt a szívó torkot is bevezetik ide a géptetőbe, ennyivel is magasabban legyen. Aztán Roland előbb kiszúrta, hogy bizony vizes kúlerünk van a 2 literes Ingenium dízelen, ami egyrészt jót tesz a gázreakciónak, másrészt nem kell ideépíteni még egy intercoolert, amit könnyű lenne leverni, hogyha véletlen terepre tévednénk. Kicsi az első túlnyúlás, relatíve nagy a hasmagasság, nyilván a kategóriában értelmezendő. Hátul ugye sok lengőkarús futóművünk van, ez ugye az EUCD platformnak a sajátja, és nézzétek meg azt a brutál alumínium elemet, hogy hova van bekötve a felső rugótorony, ugye pontosabban a gátló elnézést, mert a rugógátló az itt külön egységet képez. Szóval, hogy masszív, és hogyha megnézitek hátul, a hátsó túlnyúlás is kicsi, és ezt a, hát nevezzük díszdiffúzornak, díszfúzor, azt is jól felemelték, azért, hogy a lehető legjobb legyen a hátsó terepszögünk, és a brutál hátsó lengőkarokat is, szép alumínium lengőkarokat is jól láthatóan hagyják, nyilván ez egy kicsit így a márka image-nek jót tesz, hogy itt masszív, brutál vasak vannak, hiába csak egy hobbi terepjáróról beszélünk, valamint amennyire csak lehet, a kipufogót is begyúrták az autónak a síkjába, és a dobot is fölfele helyezték el inkább, tehát fölfele van kiterjedése, nem pedig itt lefele, hogy ne akasszuk föl. Tehát én megadom, hogy ebben a kompakt keresztmotoros crossover kategóriában valószínűleg ennek a legjobbak a terepképességei, és ez az, ami igazából senkit sem érdekel. A vásárlókat legalábbis tuti nem. Ez eddig a platform, és ugye amikor ezt az autót elkezdték gyártani, ugye akkor a Ford örökség miatt hozták magukkal például a motoroknak is egy részét, viszont ezeket a motorokat mostanra kicserélték a ráncfelvarrással teljes egészében a JLR cégcsoport Ingenium motor családjára. Na most nekem az első találkozásom ezzel az Ingenium motor családdal a Range Roverben volt, amiben beleültem, elkönyveltem, hogy hú de finom kis sorhat benzin, majd amikor egy hét múlva megtankoltam, akkor ekkora betűkkel írta a betöltő sapkánál, hogy dízel. Annyira finoman jár és annyira csöndes. Na most ez az Ingenium motorcsalád, ez nagyjából hasonló, mint a BMW-nél, 500 köbcentis hengerekből építkezik, így tud lenni 3, 4, 6 hengeres, viszont ebben a 4 hengeres kivitelében nem annyira finom, nem annyira csendes, érthető, hiszen ez egy konkrét polccal lejjebb van ez a márka, mint a Range Rover. Amúgy 430 Nm, 200 lóerő, van rajta egy 9 sebességes ZF váltó, baromi jól arrébb megy az autó, bár igaz, hogy a 9 sebességből alapesetből csak 8-at használ, az 1-es, az mondjuk azt, hogy a szegény ember felezője. Nem tettek bele transfer case-t, tehát nem tettek bele egy olyan felezőváltót, középső osztóművet, amiben van egy hosszú fokozat, hanem inkább a 9 sebességes váltónak az első fokozatát extra rövidre vették, és amikor a érintőképernyőn behozzuk a terepes beállításokat, érted? Érintőképernyőn a terepes beállításokat, akkor mondjuk meg kell mászni egy ilyen siratófalat, amit úgy meg tud, akkor azt egyesben teszi. Amúgy meg amikor hétköznap közlekedsz vele, kettesből indul szépen, mint mondjuk régen egy merci. A kategóriában szokatlan módon az összkerékhajtás sem alibizték el. Van ugye a diszkósportnak egy egyszerűbb, olcsóbb összkerékhajtású változata, ez egy sima haldex. Elpörögnek az első kerekek, hátra jön a kardán, és az elpörgés mértékében zárja rá a kuplungcsomagot, ezzel hajtást adva a hátsó kerekekre. Tök jó, hogyha egy évben egyszer felázik a dűlőút a szőlőtőkébe menet, akkor fölsegít rajta. De van egy komolyabb megoldása is, ez egy feláras extra, amiben a GKN féle differenciálmű nélküli differenciálművet kapod meg, ezt ugye az RS Focusban ismerjük. Van egy szöghajtás, vagyis tényleg fogaskerék, de nincs benne bolygómű, tehát nincs hagyományos értelembe vett differenciálmű, hanem amikor megérkezik hátra a nyomaték, a szöghajtás két oldalára helyezett kuplungcsomagokkal osztják a nyomatékot a jobb és a bal kerekek közé a szükséges mértékben. Itt is valami hasonlóról beszélhetünk, csak lényegesen kompaktabb a felépítése, mint az RS Focusban. Ugye itt nincsen drift mód, meg nem kell kibírnia, hogy így állnak rajta 350 lóerővel folyamatosan és rajzolják a fánkokat. És itt még nem csak az a jó benne, hogy nagyon precíz nyomatékosztás valósítható meg, valamint, hogy nem kell a fék differenciálművel imitálni a differenciálzárást, hanem az is jó, hogy le tudják oldani ezt a szöghajtást a kerekekről, ezzel csökken a hajtási veszteség, tehát az autó nem forgat feleslegesen mindenféle vasakat, ilyet ugye már láttunk az Audinál a Quattro ultradrive-ba. Itt pontos értéket nem tudok, de emlékeim szerint az Audi 100 km-enként akár 2 decit is meg tud spórolni pusztán azzal, hogy kikapcsolja a differenciálművet, vagyis hát a szöghajtást az autó hajtásából, és a forgókerék önmagán túl csak a féltengelyeket forgatja. Ez egy tök zseniális mérnöki megoldás, nekem nagyon tetszik. Amikor elkezdtem Iván Robertóval videózni a Total Kárnál, mindig azt mondta, hogy nincs annál rosszabb, mint hogyha az ember munkájára azt mondják, hogy korrekt. Mert ami korrekt, abban nincsenek alapvetően olyan rossz dolgok, amire rá lehet mutatni, hogy az nem jó, de nincs benne jó dolog se, amit ki lehetne emelni hogy az jó. Emiatt a munka olyan semmilyen. És az a baj, hogy ahogy vezetem ezt a Discovery Sportot, tényleg nem tudok másra gondolni, mint hogy ez egy korrekt autó. Mert itt van benne ez a 2 literes Ingenium dízel, ami erős, jól húz, szépen viszi ezt az 1,7 tonnát, viszont a hangja kifejezetten kellemetlen. Nem fogyaszt nagyon sokat, most így az országúti elővárosi csorgással el vagyok 7 liter alatt. Ez a futómű nem különösebben kényelmes, cserébe nem is nagyon sportos. Például a platformtesó Jaguar E-Pace az ennél egy lényegesen virgoncabb, élvezetesebb autó, hát nyilván így vannak leosztva a szerepek az almárkák között. Itt van az a fedélzeti rendszer, ami önmagában nem rossz, de azért létezik ennél sokkal jobb is. Az egészen érezni, hogy ez még egy régebbi kornak a maradványa. Biztos vagyok benne, hogyha nem azt a nagyon régi, még Fordtól elszármazott platformot kéne tákolgatni, ami a maga idejében vélhetően tök jó volt a kategóriájában, akkor ez egy sokkal jobb autó lehetne. De közben meg azt sem tudom rámondani, hogy rossz, hiszen nem az. Igényes anyagokból egy igényes belteret kapunk, kényelmes ülésekben ülünk, tágas, csak hát közben vannak olyan dolgok, mint a futómű, meg a hang, mármint a motorhang, amin azóta erősen túllépett a technika. Sokféle ember létezik, van, aki szereti a puritán autóbelsőt, és van, aki nem szereti a puritán autóbelsőt. Viszont a puritán autóbelső és a puritán autóbelső között is van különbség. Gondoljatok például egy Teslára, úgy érzed magad, mintha egy iPodban ülnél, egyszerűen az úgy puritán, hogy nincsenek benne dolgok. Ezzel szemben itt van a diszkó, a diszkósport, ami úgy puritán, hogy vannak benne dolgok. Nem tudnám pontosan leírni, hogy mit érzek. A gombok hiányát például határozottan érzem, azok nagyon-nagyon kell lennének az autóba, annak ellenére, hogy egészen okék a fedélzeti rendszer, de hogy van ez a textúrált műbőr megvarva, ez például határozottan király. Jók ezek a fémtámasztók, amik ugye azért vannak, mert hát végig csak terepjáróról beszélünk, legyen hol kapaszkodni, de nekem például nagyon nyomja a térdem, amikor vezetek. Aztán van ez a fuha-puha anyag, amit mondjuk a Volvókból ismerünk, ami valószínűleg nem nagyon drága, de egészen kellemes érzés hozzáérni, bár hogyha az ember szereti tapizni a műszerfalat, de nyugi van belőle az ajtón, ahol garantáltan tapizni fogod. Szóval, hogy ez egy ízlésesen puritán beltér, nem egy ötlettelenül puritán beltér. Érdekes nagyon amúgy az ülés, hogy kényelmes, puha, jó a deréktámasz, mi egyéb, de egészen pontosan érzésre nulla oldaltartása van, már pedig az autó nevében benne van, hogy sport, és ha ránk jön, sportolhatnék, vagy el akarunk indulni egy kistérségi szlalomversenyen, akkor ebből bizony ki fogunk esni oldalra. Úgyhogy vagy ne írják rá, hogy sport, vagy tegyenek bele egy rendes ülést. Nyilván ez most a poén volt, nem valószínű, hogy ezzel az üléssel fogjuk legyúrni a Ferrarikat a Transalpináról. Ellenben kényelmes, és szerintem ez sokkal fontosabb egy ilyen autónál. Ez megint csak egy ízléses fedélzeti rendszer, ami hát nem nagyon átgondolt. Tehát oké, almenüből kapcsolgatom a fűtést, az ülésfűtést, ami egyebet, amivel az a probléma, hogy most például határozottan éreztem ebben az autóban, hogy sokat mentem vele városban, és nagyon sokat nem néztem az utat pusztán azért, mert szerettem volna 3-asról 1-esre visszavenni az ülésfűtést, vagy visszavenni a ventilátor befújást. Ugye most van az az időszak, hogy az ember reggel beleül 10 fokba, aztán 2 óra múlva már elolvad az autóba, tehát igenis hozzá kell nyúlni, és ez szerintem azért egy picit problémás, hát nem is picit problémás, mert nem annyira rossz ez a fedélzeti rendszer, de azért nincs meg benne az a mértékű intuíció, ami mondjuk egy Mercedesben, egy régebbi Mercedesben, vagy egy aktuális BMW-ben, nagyon szükség lenne néhány valódi fizikai kapcsolóra. És ezt most már amúgy felismerte az autóipar is. Csak azt gondolom, hogy amikor ennek az autónak megtervezték ezt az aktuális frissítését, akkor még nagyon dübörgött az érintőképernyőláz. Ha tippelnem kéne, a következő diszkóban, vagy majd a modellben, ami váltja ezt az autót, már valószínűleg vissza fognak térni a gombok, hiszen ezt látjuk, ez egy trend. Ugyanígy nagyon érdekes, hogy ha szeretnénk terepmódot kapcsolni, van ugye több terepmódunk, akkor azt is érintőképernyőn kell megtenni. Tehát képzétek el tényleg, hogy ott álltok a dágványban, mert elakadtatok tényleg a szőlőhegyre menet, vagy a hétvégi házhoz menet, szakad az eső, második egy kicsit tologattad és rángattad is az autót, jó szutymákosan beszállsz, és akkor itt az érintőképernyőn neki kell állni, beállítani a terepmódot. Amúgy ez egy potens terepjáró már persze a kategóriájában nézve. és ez problémás, miért nem tettek ide egy egyszerű tekerőtárcsát, amivel így bekattintom, hogy éppen milyen üzemmódra van szükségem, és természetesen itt is tudjuk nézni a gázló mélységet, 60 centi. Most azt néztük, hogy ennél lényegesen magasabban van az autónak a légbeszívója, valószínűleg arról van szó, hogy ez a 60 centi, ez az, amit nagyon nagy biztonsággal tud, hogyha esetleg nagyobb tempóval hajtunk bele, akkor is a fölfröccsenő víz még nem éri el a szívótorkot, nem fog vizet szívni a motor. Egy kicsit a dizájnon is érezni, hogy ez egy ilyen átmeneti korszakából származik a gyártónak. Nem mondom, hogy rosszul néz ki, de igazából őszintén azt se tudom mondani, hogy jól néz ki. Nézzetek rá az új Range Roverre. Elképesztő, imádom, egy monolit egy tömbből varakták ki. Nézzetek rá a Defenderre. Csodálatos, olyan jól sikerült retro autó, nekem legalábbis, mint az új Fiat 500, vagy az első új Mini, hogy nagyon-nagyon látott benne a régit, de mégis valami markánsan új. Ehhez képest itt van szegény kis diszkó, és hát komolyan, hogyha letakarnák rajta a Discovery Flareot, megenném Evoknak, vagy Freelander 2-nek, vagy akárminek. Egész egyszerűen nem jön át az a velőtrázó karakter, az az újítás, ami amúgy a Concern többi autójára jellemző. Mert tényleg a Defender semmivel nem lehet összetéveszteni, a Range Rover semmivel nem lehet összetéveszteni. A Velár a legszebb ilyen hobbi terepjáró tényleg, ha választanom kéne egy ilyen autót, az valószínűleg a Velár lenne, de ez a fajta tűz, karakter, finomság a diszkóban nincs meg. Kíváncsi leszek, hogyha majd váltják ezt az amúgy viszonylag régóta futó autót, 15 elején jelent meg, tehát már lassan 9 éves a jármű, hogy megkapja-e majd azt a nagyon markáns átütő dizájnt, ami a többi JLR termékre is jellemző. Semmi kiugró, a kategóriára jellemző csomagteret kapjuk. Például rögzítőfülek, 2-1 arányban osztható a hátsó ülés, meg van egy szivargyújtó, nagyjából ezt kapjuk ebben a méretosztályban mindenbe. Viszont van egy kifejezetten jelentékeny méretű csempészrekeszünk, hiszen pótkerekünk az nincs, furcsa is lenne ekkora méretbe. No de, beszéljünk egy kicsit a Land Roverségről, magáról, mármint hogy ezekben az autókban úgy erősen benne van a kalandigérete, ami manapság nagyon szimpatikus az embereknek, hiszen a fejlett nyugati társadalmakban az emberek nagy része home office-ból lapátolja a GDP-t, ezért mindent, ami egy kicsi elvágyódás sugall, ami egy kicsit azt ígéri, hogy visszatérhetsz a természetbe és újra te lehetsz a felfedező, az menő. Nyilván ettől terjedtek el a hobbi terepjárók, erről mi már beszéltünk sokszor, de hogy azért hát nem nagyon sikerült legalábbis a Discovery-vel túllépni ezeken a megbízhatósági problémákon, legalábbis a Vatakar 22 000 autót érintő felmérése alapján ebben a kategóriában az utolsó előtti helyen van a Discovery Sport. Ez egy 2023-as felmérés, most nyilván ez egy ráncfelvarrót modell, tehát adjuk meg neki, hogy javult a helyzet. A lista elején nem meglepő módon a Lexus NX-R, ugye a vonatkozó Toyota, illetve hát Lexus hobbiterepjáró, ez pedig az utolsó előtti, ami nem sok jót sejtett. Hát reménykedjünk benne, hogy a teljes egészében, amikor átállnak már az új platformra, az majd segíteni fog ezen is. Nem olyan régen vezettem a Defendert, ami egy elképesztően karakteres, nagyon súlyos cucc, lehet rá vágyni, függetlenül attól, hogy 2 literes dízel van benne, vagy pedig 5 literes kompresszoros V8. Vezettem Range Rovert, szintén nagyon markánsan rá tudtam mutatni arra, hogy miért venném meg inkább azt, mint mondjuk a Mercedes hasonló kategóriájú, vagy a BMW hasonló kategóriájú autóját. Ennél a Disco Sportnál nagyon-nagyon nehéz rábökni arra, hogy mi az, ami mi olyat kínál, amit a riválisok nem. És ez probléma, mert amikor a fejlettségnek ezen a szintjén vagyunk, hogy most már tulajdonképpen nem lehet rossz autót venni, akkor csak azzal tudsz autót eladni, hogyha valami nagyon markánsan eltérőt, vagy gyökeresen máshogy megcsinált autót, esetleg valamilyen tekintetben kimagaslóan jó autót csinálsz. És mindenhol van egy ilyen jól rámutatható pont. A BMW-nek még a kis elsőkerekes hobbiterepjáró is kifejezetten jól vezethetőek és sportosak. Hát a megbízhatósági statisztikákból látszik, hogy a Toyota és a Lexus modellek kifejezetten tartják azt a legendát, ami oda tette őket ahova, hogy tartósak és megbízhatóak. A Mercedesben is hiába elsőkerekes kis autók, érezzük, hogy azért egy Mercedesben ülünk, és ebben a Discovery Sportban nekem sajnos egész egyszerűen nincs egy ilyen jól rábökhető momentum, hogy miért akarnám ezt megvenni. Talán 9 év után kimondhatjuk, hogy itt a váltás ideje, mert van egy frankó motor, van egy frankó beltér, csak már ezt a kicsit öregedő autót kéne körülötte lecserélni.